A veretlen lista vezető számított a meccs esélyesének, és ennek megfelelően kezdte a találkozót. Az első kosarat Váradi Benedek szerezte, és a következő kettő is Falkó játékoshoz kötődik, Benke Szilárd alakította ki a 6-0-ás részeredményt. Ezután érkezett az első szolnoki pont, Kenneth Smith volt eredményes. Ezután az Olajbányász is elkezdett ponterősebben játszani, de maradt a hazai előny. A sárga-feketék 11 hét után robbantottak egy újabbat, Redik Váradi és Per Zoltán kosrai után időt kért Dragan Aleksics, hiszen ekkor már 17-9-et mutatott az eredményjelző tábla. A különbség ettől viszont még nem csökkent, a negyed végén is 8 pont volt a Falkó előnye, 21-13. A folytatásban hamar kialakult a közte 10, hiszen Filipovics Márkó egy triplával nyitotta a második negyedet. Az Olajbányász nem tudott közelebb férkőzni a házigazdához, ezért 32-20-nál újra időt kértek. Ez azonban nem rázta össze a látogatót, és a Falkó lendületét sem törte meg. Sorra szerezték pontjaikat a Perl vezette hazaiak, és 38-25-re vezettek. Erre még rátett a Szombathely, Váradi és Washington is bevágott egy-egy triplát, így 44-28-al ért véget az első félidő. A térfélcsere után nem potyogtak a kosarak, 4 perc alatt egy itt, egy ott. Rosszul dobtak a csapatok, de ez a házigazdának kedvezett, hiszen stagnált a különbség, és Dragan Aleksics 48-30-nál újra időt kért. Továbbra is sok volt a hiba mind a két oldalon, de némileg kevesebb a hazain, így tovább nőtt a különbség, ami 55-35-nél elérte a 20 pontot, ami a negyed végére egy Váradi tripla miatt 23-ra nőtt, 61-38 volt az állás. Ekkor a lényegi kérdések már eldőltek, de a Falkó nem állt le, tovább növelte előnyét. A negyed közepén Perl büntetői után már 30 felett volt, 73-42, de volt már közte 36 is, 78-42-nél. A hajrában beálltak a fiatalok, az Olajbányász pedig kozmetikázott a különbségen, de győzelmi esélye egyáltalán nem volt. Falkó, Olajbányász 81-63. Most rövid szünet lesz a bajnokságban, legközelebb december 6-án lép pályára a Szolnok, akkor Szegedre látogatnak. A piros-feketék jelenleg 5-4-es mérleggel a 7. helyen állnak.